elvigyázott mérges kígyók, azaz rákosi viperák. Megérkeztünk a Rákosi Vipera Védelmi Központba, itt a Kunságba, és most bemutatjuk nektek a rákosi viperákat, illetve néhány szót fogunk beszélni Halper Bálinttal a Vipera Központról. Miért fontos, hogy van ez, miért kell, hogy legyen rákosi vipera, és minden egyéb infót megtudtok. Gyertek! Sziasztok, megérkeztünk a központba. Beszeretném nektek mutatni Halper Bálintot, aki a Rákosi Vipera Védelmi Központnak a vezetője és a programnak a vezetője. Szia Bálint, köszönjük, hogy válaszolsz nekünk. Szia. Azt szeretném először is megkérdezni, hogy itt vagyunk a Rákosi Vipera Központban. Ugye a Rákosi Vipera a legvédettebb gerinces Magyarországon, ezt így lehet mondani. Hány vipera van itt a központban? Jelenleg 720 kígyót tartunk itt számon. Igazából a pontos szám az mindig egy annak a kérdése, hogy mikor láttuk utoljára az adott kígyót, viszont itt ilyen szabadtéri terráriumokban azért, ha elhullás történik, akkor nem biztos, hogy ezt egyből észrevesszük. Tavasszal ősszel szokott lenni egy állomány leltározás, és akkor biztosak vagyunk a száma. Most 720 egyet biztosan van, de lehet, hogy egy-kettő olyan van, aki mondjuk éppen nincs túl jól, és ezt nem vesszük észre, de nem naponta nézzük ezeket a kígyókat, hanem hagyjuk egy természetesebb körülmények közt létezni, és csak a ősszel a telelés előtt szoktuk őket újra megnézni. Értem, hogy a telelés az mindig rejt magában veszélyt a kígyóknál, ott tehát a fogságban tartott kígyóknál is sok elpusztul kígyóknál, ilyen trópusi vagy illetve egzotikus állatok. Ugye ez is egy természetes folyamat itt. És miért szükséges ez a védett rész, ahova a kígyókat elengeditek, illetve miért fontos, hogy megmentsük a rákosi viperát? Amikor 2004-ben elkezdtük tenyészteni a rákosi viperát, akkor az volt a tudásunk erről a kígyóról, hogy összesen 11 ismert állománya maradt föl a országban, ezek egymástól elszigetelődtek, kis esély van arra, hogy újra egységes, egybefüggő állományokat alkossanak, csak idő kérdése, hogy olyan genetikai leromlás, beltenyésztettség felüti a fejét, vagy már felütette a fejét ezekbe az állományokba, ami hosszú távon azt eredményezheti, hogy hát akár eltűnnek ezek az egyes szigetszerű populációk. Ugyanakkor egy ilyen tenyészközpont az egyszer egy ilyen aranytartalékot is képezhet, ugye ezeket az állományokat természetesen olyan folyamatok is veszélyeztethetik, egy tűzeset, egy valami lokális katasztrófa, ami azt eredményezheti, hogy ez teljesen eltűnik. Ha van egy ilyen tenyész állomány, 2001-ben volt egy olyan tudományos ülés, ahol összefoglaltuk, hogy mit tudunk erről a fajról, és milyen védelmi intézkedések lehetnek szükséges, és egyetértettek a szakemberek abba, hogy ez a zártéri tenyésztés során meg lehet próbálni megőrizni azt a genetikai változatosságot, ami jellemzi az a fennmaradt állományokat, illetve ugye ez egy az elsődleges cél a tenyésztésnek, hogy az itt keletkezett viperákat később akár ezekbe az állományokba vissza lehet bocsátani, vagy új állományokat lehet létrehozni, ugye, vagy korábban ismert állományok helyén újra létre lehet hozni a rákos vipera populációkat. Tehát ezért működünk tulajdonképpen, ez a célja ennek a védelmi központnak. Igen, ugye, ahogy említettem, már 1 millió forint az eszmei értékük, ami a legmagasabb természetvédelmi értékhatár. Én sokkal többre raknám őket. Illetve, hogy mondtad, hogy elengeditek őket egy évben, hány vipera megy szabadon itt a Kunságba? Hát nem csak a Kiskunságba engedünk el ezekből a viperákból, de volt többször engedtünk már el a Hanságba is, ugye ez a két fő előfordulási hely ennek az állatnak. Azt tudom elmondani, hogy mióta tenyésztjük a kígyókat, itt összesen 3800-nál is több kígyó látta meg a napvilágot, és már több mint 700-at tudtunk elengedni, összesen 8 ilyen elengedési helyszín volt. Ezeket mind, miért valaki felhorkan, hogy úristen, itt kígyókat engednek el, mérges kígyókat, ezeket elég gondosan választjuk ki, és nem az a célunk, hogy későbbi konfliktus helyzeteket hozzunk létre, tehát a kígyóknak is jobb, meg az embereknek is, ha ezek olyan hosszú távon biztosan védett területek, ahol igazából nem várható, hogy mondjuk gazdálkodókkal, vagy bármilyen arra járó, akár túrázókkal konfliktus helyzetet okozhat ez az elengedés. Igazából ezek általában fokozottan védett területek és nemzeti parki területek állami tulajdonban, tehát ilyen formában garantált ezeknek a helyeknek a hosszú távú védelme.
Értem, hogyha valaki rákosi viperát lát, akkor természetesen nem kell félni tőle, hagyni kell békét, hiszen ha jól tudom, ugye halálos eset még soha nem volt rákosi viperamarással, nagyon-nagyon gyenge a mérge, hiszen tücskökkel és sáskákkal táplálkoznak. Igen, tehát ez a jelenlegi tudásunk a rákosi viper a mérgével kapcsolatban, hogy akit végeredményben megmarad ez a kígyó, az általában nem szenved maradandó károsodást, és közel sem olyan súlyos a mérgezéses tünete együttes, mint mondjuk más európai viperafajokkal kapcsolatban. Nincs valóban statisztika arról, hogy valaki ebbe a kígyomarásba belehalt volna, de azért ugye ismerjük azt a statisztikát, hogy hányan halnak bele daráscsipésbe egy évben, tehát azért azt nem lehet kijelenteni, hogy adott esetben egy ilyen érzékenyebb alkatú ember, vagy ugye azt szoktuk mondani, hogy egészséges felnőtt emberre valószínűleg veszélyte a mérge, de nem kell ezt kipróbálni. Ami jó hír, hogy tulajdonképpen ez egy olyan vérmérsékletű kígyó, ami még ha megfogjuk se feltétlen először mar, hanem inkább próbál elmenekülni, és tulajdonképpen azokat szokta marás érni, akik ebbe meggátolják. Igen, ugye Magyarországon összesen 7 kígyófaj van, 5 sikló, 2 vipera. Ha látjuk, mindegyik fokozottan védett és védett, úgyhogy ha látjuk őket, akkor nem fogjuk őket, de nem csapjuk agyon. Tehát a kígyók azok a barátaink. Köszönjük szépen Bálint az interjút, mindjárt megmutatjuk még a nézőknek a többi részt is. Én is köszönöm a lehetőséget. És megérkeztünk a rákosi viperáknak a teráriumához. Itt a központban, a védelmi központban ilyen külső teráriumokban élnek ezek az állatok. Alul is rács van, hogy ne tudjon beásni valamilyen ragadozó, hiszen ők mérges kígyók, de nagyon-nagyon gyenge a mérgük, ahogy erről már beszéltünk. Tücsköket, sáskákat zsákmányolnak, degereket, gyíkokat és egy-egy kisebb földön fészkeló madarakat is elkaphatnak. Teljesen pontosan nem tudjuk, mit tesznek ezek a természetben, de ezeket biztosan. Ami rájuk nagy veszélyt jelent, a borz, a róka, illetve különböző ragadozó madarak, és a részsikló is elkaphatja őket. Ugye a részsikló is egy őshonos faj, aki szereti a kígyót. Tehát ezek a kígyók nagyon-nagyon, tényleg nagyon-nagyon ritkán marnak, kerülik az embert, úgyhogy ami ez a mérges kígyó visszatelepítés, nem úgy van, hogy most itt Magyarországot elöntjük mérges kígyóval, hanem ez egy őshonos faj, amit egyébként Méhely Lajos írt le, és Hermann Otto az 1800-as évek végén talált. Egy kézzel írott térképén Rákos Szent Mihály van ráírva, úgyhogy Rákos mezején, ez is a kígyó latin neve, Vipera Urzini Rákosiensis, ami azt jelenti, hogy családnév, nemzetségnév fordítva, és aztán ugye a Rákosi Vipera, tehát ezért Rákosi Vipera, nem azért, mert hogy mint a múlt rendszerben Rákosi elvtárs nevét nem is elhette, ezért volt Parlagi Vipera. A másik viperánk egyébként a keresztes vipera, akinek 2 populációja él Magyarországon, mi vagyunk az egyetlen ország a világon, ahol a északi középhegységben él a törzsalak, a Balaton alatt pedig a bosnyák keresztes vipera, úgyhogy 2 keresztes vipera is él nálunk. Az ő mérgük egy kicsit erősebb, de ők sem jelentenek különösebben veszélyt az emberre, de azért ott lehetnek maradandó gondok, illetve extrém esetben akár halált is okozhat. De visszatérve a rákosi viperára, amikor Méhely Lajos kutyasétáltatás közben, illetve bocsánat, Hermann Otto találta őket kutyasétáltatás közben, és aztán Méhely Lajosnak vitte be őket a múzeumba, természettudományi múzeumba. Ugye Méhely Lajos egy akkori zseni volt, egyébként most is az, egy zoológiai istenkirály, és ő írta le ezeket az állatokat. Először addig ez egy ismeretlen volt. A Vipera Urzini csoport egyébként létezik, tehát Európában többféle alfa is él, de nálunk azt kell, hogy mondjam, endemikus, azaz csak a Kárpát-medencében él a rákosi vipera.
Tehát ilyen teráriumokban vannak kint. Igyekeznek a természetes élőhelyet teljesen modellezni itt a központban. Mondom, alul háló van, ragadozók ellen, illetve fel van töltve földdel, és ugyanazok a növénytársulások vannak, azok a növények vannak belevetve, amik a természetben is megtalálhatóak. Ők ezt a ilyen füves, kaszálos élőhelyet részesítik előnyben, és ott a terárium közepén, ott, hogy legyen árnyék is nekik, egyébként van ott egy ilyen búvó üreg, amiben ők telelnek is, ez a nád darab, ami gyakorlatilag ami biztosítja, hogy az eső se zúduljon be, illetve hogy árnyékot adjon nekik. Ami nagyon fontos, ők tavasztól őszig aktívak, ilyenkor a nőstények jobban esznek, itt a központban tücsökkel etetik őket, illetve két hetente egérrel, épp a kondi miatt. Csak egérrel nem lehet, mert akkor az sajnos egészségügyi gondokat okoznának ezeknél az állatoknál. Fogságban 20-30 évig is élnek, természetben természetesen sokkal kevesebbet, illetve lassabban nő fel egy ilyen kígyó a természetben. Itt nagyon ideálisak a körülmények. Ezek a kígyók aztán nyáron a tavaszi párzást követően néhány hónap felhenség után megszülik a gyerekeket, ez 5-15, de akár 20 is lehet. Egy alomból körülbelül egy gyerek lesz felnőtt, a természetben természetesen. Ugye a táplálékhiány, esetlegesen szárazság, a kihúzódó tél, hogyha későn születik, akkor ő már nem tud felkészülni a telelésre, és elpusztul, de egyébként telelés alatt például a vaddisznók, a borzok és a rókák előszeretettel szeretik őket kiásni, sajnos. Hát nem lehet rájuk haragudni, ez náluk egy természetes túlélési folyamat. Illetve amikor megszületnek a kicsik, akkor mondom, egy kicsi lesz felnőtt körülbelül a természetben, ezért is nagyon szükséges, hogy védjük ezeket az állatokat. Aztán amikor 2-3-4 évesen visszatelepítik őket a természetben, még akkor sincsenek biztonságban, tehát akkor sem marad 10-ből 10, hanem akkor is sokan elpusztulnak az előbb említett dolgok, a predáció, azaz a ragadozó állatok miatt. Ennyit szerettem volna mondani a rákosi viperáról. Remélem, hogy tetszett a videó. Iratkozzatok fel a Kisállatlexikon csatornára. Facebookon, TikTokon Túrázó néven vagyunk, Instagramon Túrázó Állatkert, és köszönjük szépen Halper Bálintnak, Madártani Egyesületnek és a központnak, hogy fogadott minket és megcsinálhattuk ezt a videót. Remélem, hogy az összes hazai fajt be tudjuk nektek mutatni, és megértitek, hogy nem kell mitől félni, és hogyha viperát is látunk, azt sem csapjuk agyon. Köszönöm, sziasztok!